Távolban a téka felirat, most még üres a tábor nagykáló harangodon. Idén nyáron is várják majd a látogatókat a turisztikai központban. A strand korszerűsítésére is nyert a város forrást. Ezen túl útfejlesztésre készülnek 2023-ban nagy kálóban. Mondta 35 perc című műsorunkban Horváth Tibor polgármester. Van egy jelentős útfejlesztésünk, ez a Dózsa-György út, ami egy klasszikusan régi probléma a városnak. Egy hosszú útra, útszakaszról beszélünk, és elég bonyolult csatlakozási pontokkal. Egyik végén a Máva közvetlen útkapcsolatunk, ez szerintem minden jártas hozzáértő ember, ez sokat elárul nekik, hogy ez mit jelent, ha problémákról beszélünk. Ez egy nagy nagyságrendileg 200 millió forintos pályázat. Energetikai projektünk van kettő, Tő elnyert támogatás. Az egyik az öt helyszínen napelemek kivitelezését jelenti. Ezeket nyertük el első körben, és sajnos nincsenek csatlakozási szerződéseink, illetve egy másik energetika, amit a második körben nyújtottunk be. Ott pedig egy komplex felújításról beszélhetünk, ahol a rendőrség, gyerekorvos, fogorvosi rendelőknek az épület komplexuma, újulhat meg, itt ez egy komplex nyilányzáró cserékkel, külső hőszigeteléssel és napelemekkel, illetve a fűtésrendszernek a korszerűsítésével. Egyre több cég költözik be a Nagykálói Ipari Parkba is, folyamatosan növelve a város iparűzési adóbevételét. Ebben az évben is számítanak újabb befektetőkre, sőt, az a tervük, hogy a debreceni BMW autógyár beszállítói is részben itt telepednek le, árulta el műsorunkban a polgármester. Tárgyalunk most már azt gondolom, hogy a maradék területeinkre komolyabb nagy befektetőkkel is. Nem kizár célunk az, hogy azért egy kicsit a BMW, ehhez kapcsolódó uh, Hype vonatra egy kicsit felüljünk, és be tudjunk csatlakozni mi is. Uh, ugye ennek az autóipari beszállítónak ugye a nagy varázsa azért az a 20-25 éves tervezhető uh, fix működés. Uh, szeretnénk ebből uh, részesedni, úgyhogy ezt a uh, utat is járjuk, uh, próbálunk uh, mozgolódni, és azt gondolom, hogy reális esély van. Ugye Nyíregyházáról, akik kijönnek, ők. Uh, ők azért nem hiszem, hogy, hogy megviseli Nyíregyházát, mert elsősorban olyan cégek, akik bérleményben dolgoztak, és, és reális áron szeretnék a sajátjukat megépíteni, elsősorban ők találnak nálunk új helyet, új otthont, de, de mi meg nagyon hálásak vagyunk érte, és nekünk a sok kicsi sokra megy alapon mindenki nagyon fontos. Nagy Káló idén csak nem 3 milliárd forint költségvetési főösszeggel gazdálkodik. A beruházások mellett ebből az összegből biztosítják intézményeik működtetését. A polgármester abban bízik, hogy energiaszámláik kifizetéséhez ősszel újabb állami támogatást kapnak Nagy Kálóban.